A Fidesz a választási törvény módosításának felvetésével, kezdeményezésével egyértelművé tette azt, hogy nem szeretne harmadik utat, nem szeretne egy harmadik opciót a 2022-es országgyűlési választásokon, ugyanúgy, mint ahogy a balliberális oldal kettő listában gondolkodik, hiszen a választási törvény módosítása az nyilvánvalóan a harmadik út, a Mi Hazánk mozgalom ellen történhet, ugyanis egyrészt bejelentette már a balliberális oldal a Jobbiktól, az MSZP-n, a DK-n keresztül egészen a Momentumig, hogy egy közös listát fognak állítani, sőt 2021. október 23-áig megnevezik a közös miniszterelnök jelöltjüket is. Nyilvánvalóan, hogyha a választási törvény módosítása alapján 50 egyéni választókerületben kell jelöltet állítani, akkor is 53-53 jelölttel a balliberális oldal még két lista esetén is könnyen el tudna indulni. A Fidesz azt gondolja, hogy a Mi Hazánk mozgalom és szövetségeseink számára 50 egyéni választókerületben való indulás állami támogatás hiány problémát, gondot jelenthet. Hát ehelyről üzenem, hogy nemhogy 50, hanem valamennyi választókerületben, tehát 106 választókerületben fogunk tudni egyéni képviselőjelölteket állítani, tehát nem fog tudni a Fidesz minket ebben megakadályozni, mint ahogy a balliberális oldal hazugság kampányával sem fogja tudni megakadályozni azt, hogy megkerülhetetlen parlamenti frakcióval rendelkező politikai erővé váljunk a 22-es választások után. Hiába állítja azt a balliberális oldal, hogy aki nincs velük, az a Fidesszel van. A választási törvény módosításának kezdeményezése azért is ördögi a Fidesz részéről, mert azt is tartalmazza, hogy mostantól legálissá, törvényessé válhat a választási csalás, a lánc szavazás metódusa, hiszen azzal, hogy mostantól törvényesen lefényképezhetik a választópolgárok a szavazólapjukat, az a nyilvánvalóan például a cigány telepeken toborzott, sok esetben írni-olvasni nem tudó analfabéta szavazókat fogják abban segíteni, hogy a megbízóiknak bizonyítékként bemutassák, hogy leadták a szavazatukat, a voksukat arra a jelöltre, arra a pártra, amiért krumplit vagy éppen pénzt kapnak. Ezért tiltakozik a Mi Hazánk mozgalom a választási törvény módosítása ellen. Illetve azt is kezdeményezzük, és azt is szeretnénk, hogyha írni-olvasni tudáshoz kötnék a választójogot, hiszen nonsens, hogy ma Magyarországon a gépkocsi vezetéshez általános iskolai végzettséggel, tehát írni-olvasni tudással kell rendelkezni, de az ország, a nemzet sorsáról, jövőjéről lehet úgy dönteni, hogy valaki még a pártok programját sem tudja elolvasni. Tehát ezt a kezdeményezést is, ha már a választási törvényt módosítani akarjuk, akkor inkább ebbe az irányba javasoljuk, hogy a kormány az elképzelését majd alakítsa.